Sziasztok, itt a B-Game, és most nem egy gameplayt fogtok tőlünk látni, hanem egy ilyen beszélgetős műsorféleséget, ahol leginkább gamer témákról fogunk beszélgetni. Itt van velem Ricsi. Hello! És Ábel. Hello! És hát mi az adás előtt már kigyűjtöttünk pár témát, azért, hogy ne improzzunk, és akkor ezeket szépen sorba be fogjuk dobálni, és kivesézzük őket. Az első téma a No Man's Sky, ugye ez egy sci-fi űrhajós játék, ahol ilyen bolygókat lehet felfedezni, végtelen terünk van, egyfolytában generálja a játék, olyan, mint a Minecraftba, és ez a játék június 22-én fog megjelenni Európában, és hát ezt a srácokkal már nagyon várjuk, és erről fogunk most egy kicsit beszélgetni, hogy mit is várunk tőle. Na, srácok, ti mit tudtok erről? Jaja, hát tök jó lesz, mert tehát ez már biztos, hogy kurva jó lesz. Igen. Letudjuk az érettségét, 22 és kész, tehát függés. Igen, következik. Nem azt, 0-24. Tehát függés lesz folyamatban. Az ára már most is elég jó, 60 euró, úgyhogy... 60 euró? Mert én ezt nem láttam, tű. Előrendelésbe, úgyhogy jó kis ára van, de szerintem ez lesz az a játék, ami meg fogja érni. Hát vagy nem aztán. Hát vagy nem. Mert most elég fura hírek jöttek ki, hogy... Tehát, hogy például elvileg így harcolni a játékban nem nagyon lehet így egymás ellen. Hanem, tehát így a bolygókra leszállsz, és az ottani lények ellen így tudsz így harcolni, tehát így lövöldözni rájuk meg ilyenek. De hogy ilyen űrcsatákra nem számíthatunk elvileg. Nem. Ez azért elég nagy gáz. Hát, maga... ja, nem is kicsit. Elméletileg az egészet felfedező játéknak akarják. Most van egy ilyen, hát nem is tudom mit mondjak rá, rémhír. Ja. Hogy végtelen galaxis, aztán úgyse futsz össze senkivel, nincs fegyverzet a hajódon. Mondjuk akkor nem tudom, miért van értelme elmenni a kék bolygóról a zöld bolygóra, hogy... Hát állítólag olyan lesz, hogy ugye ott felfedezel különböző nyersanyagokat, és különböző, ugye mindegyik bolygón más lény lesz, mert úgy generálja a játék, hogy legyen kétszer ugyanaz. És hogy te elmondhatod magadról, hogy te már felfedeztél egy... egylábú, zöld, egyfejű, mit tudom én, ilyen lényt, és más még nem fedezett fel olyat, érted? És hogy lesz is elvileg ilyen... ilyen top lista, hogy ki miket fedezett fel, meg mit tudom én. Ez fasza. Akkor jól összedobták. De ezek csak ilyen hírek, szóval... nem tudni még pontosan mindent a játékról. De valószínű, hogy ez lesz. Nagyon remélem, hogy nem igazából. Nemrég olvastam a PC Guru-nak egy cikkét róla, és amiben azt írták, hogy van lehetőség meggazdagodni. Na most, minek gazdagszol meg, hogyha ugye... hogyha nem találkozol. Csak felfedezel. Tehát ha nincs egy központi kereskedés lehetőség, akkor mondjuk ez a lehetőség teljesen felesleges. Ja. Mondjuk az is fura, hogyha ugye végtelenbe generálja ugye a világokat, akkor tudunk-e találkozni egyáltalán benne, hogyha... Hát azt elmondták, hogy ugyanannyi esélyünk lesz találkozni, mint ha való életben lennénk így az űrbe, így érted? Tehát ugyanannyi esélyünk van a játékban találkozni másokkal, mint való életben. Tehát kb. Ilyen... Ja, hát nagyon-nagyon kicsi esély van rá. Amúgy hát nekem ezért is tetszett meg az elején a játék, mert hogy ilyen hatalmas űr, le lehet szállni a bolygókra, nincs töltőképernyő ugye, semmelyik bolygónál elvileg nem lesz. És én meg nem nagyon találkoztam játékkal, ezért fogott meg. De hát most igen, mondjuk, ha végig gondoljátok, egy ezért tud kell benne lenni egy koordinátorrendszernek, mert egyébként el vagy veszve a játékban, tehát ha végtelen űr van és fel kell fedezni a dolgokat, akkor hogy tudod, hogy hol jártál, meg hol nem? Hát igen, csak hol a nulla? Ez az. Na, hol a nulla? Hát ugye... figyelj, elindulsz egy irányba, és ahogy változik a számok, az abból ki tudod következtetni, hogy hol a nulla. Hát de nem, tehát hogy... Meg hol kezdődik a játék, érted? Ja. Ezt nem tehát, tudom, hogy most random bolygón... le fog dobni, vagy mi? Hát szerintem úgy lesz, hogy egy bolygón kezdünk, és akkor ez egy űrhajó, bepattansz, gondolom lesz pár tutoriál. És akkor csapatod az űrnek, de hát... Azt is mondták, én olyan híresztelést is hallottam, hogy az űrhajót már alapvetően a bolygódon lévő nyersanyagokból kell összeraknod.
Állítólag az nem, talán nem biztos, de én úgy szaladtam, hogy már az űrhajót sem. Tehát azt is megkapod. Már azt is megkapod? Én úgy tudom, nem biztos. Lehet, hogy nem. Ebben vagyok biztos, de hallottam valami ilyesmit, hogy az űrhajót azt nem tudod összerakni magadnak. Maxi Akkor az most fejleszteni? Nem tudom pontosan. fejleszthető, vagy Hát nem is nagyon tudom remélem, melyik. hogy Hát az fejleszthető. Hogyha biztos, ezt a hogy nem. lehetőséget nem teszik bele, akkor tényleg az a 60 euró, amit elkérnek érte, az a pofátlanság határát súrolja. Ja. Hát igen, de sajnos sok játékot látunk már ilyet. A Jó, Five hát Nights at Call of Duty igen, széria például. de... Hát az jó De ezt lehetséges. szerintem hagyjuk a Call of Duty szériát, mert csak fejlegesítem magamat rajta. Egyébként a Hello Games fogja ezt csinálni, vagy csinálja éppen. Én nem ismerem őket így különösebben. Tehát, ti hallottatok a Hello Games-ről Nem, valamit? egyáltalán. Nem Szerintem igazán. ezek... Hát ez egy indie, nem? Tehát nem nagyon Nem volt még vágom. játékuk, meg ilyenek. Nem tudom. De azért Mert ha gyorsan tudom, lehet hogy most. mondjuk ha az EA-t csinálna, tudom, hogy akkor elbasszák. Mert ugye Hát. az EA-ben annyira nem szeret, nem bízunk. A Ubisoft is, hát biztos elkúrná. Úgyhogy reménykedjünk a Hát Hello de akkor World, ki hogy nem a kurrá szűz... rá? Hát reménykedünk a szűz kézbe, tudod, hogy olyan helyre nyúlnak, amit jó lesz. Ja. Egyébként PS is PS exkluzív lesz, tehát Xboxosok elmehetnek a picsába. Ja. Ugye PC-re is Xbox, tehát PC-re ki fog jönni, meg PS4-re, de Xbox-ra meg egyéb konzolokra nem. Ja. Hát nincs is egyéb konzol nagyon. Hát jó, Nintendo, oké, Ja, hát befogtam. jó. Egyébként az a Hello Games még egy ilyen androidos játékot is csinál. És így ennyi. Az jó. Úgyhogy nem Akkor tudom. nagy fába vágták a fejszéjüket, Az így is biztos. mondhatjuk. Igen, de a reklám eddig jó, mindenki várja. Hát ja, mert ilyen játék még nem volt, basszus. Ja, de innen könnyű pofára esni. Igen. Hát igen. Viszont azért lehetne belőle elég durva dolgokat is csinálni, mondjuk egy klárrendszert belerakni, ilyen anyahajókat, de úgyse fognak belerakni, Ja, meg szóval. hiperugrás. Hát ha Az nem már a rak kemény. hiperugrás, az tuti kell bele, Az mert lesz benne. Az lesz ha benne végig elvileg. gondolod, vagy viccesek, vagy viccesen kicsik lesznek a távolságok, Nem, hát. vagy ultra unalmas lesz a játék hiperugrás nélkül. Jó, értem én, de a szimulátoroknak is pont ez a lényeg is, hogyha körülbelül ilyen szimulátor jelleggel akarják megcsinálni. Ki tudja, mert elvileg ilyen felfedezés, ha távolságok valósak, akkor Hát még akár ilyen szimulációs jellegbe is átmehet. nyilván nem lesznek olyan valósághülyek a távolságok szerintem, mert az úgy nagyon szar lenne. Jó, de ha végig gondolod, űrkutatásban talán vagy 3-4 éve ért el a 50-es években indított szonda a naprendszer határát. Hát ja. Ja, Tehát sorry. 50 év, amíg kijutsz egy naprendszerből, most hogyha galaxisokat generál le, és azokból végtelen számút, akkor érted? Egy évmillióig mész, nyomod a dupla Dupla vét, vét, vagy rákod a ja. száz forintost. Tehát érted most? Ja. Hát igen, nagyon reménykedünk a hiperugrásba. De amúgy én is ettől félek, hogy az lesz, hogy tehát, hogy megyünk, ú de jó, felszállok az űrhajommal, leszállok egy másik bolygón, felfedezem az ottani élővilágot, stb. Jó, megyek a következő bolygóra, nagyszerű, ott is felfedezem, eljek a harmadik bolygóhoz, és így, na hát most érted, hogy ugyanaz, annyi, hogy itt két lábú szörny helyett egy lábú szörny van. És így mit csinálsz utána, érted? Igen, ezzel egyébként Igen. az lenne a gond, hogy egy hónap után kijönnének ezeknek az ultra fan kockáknak a különböző videói, hogy nesze nektek ezt az ezerfajta bolygót lehet összvisz megtalálni. És akkor itt van a fél órás videó, és akkor 2 percenként változik a bolygó, és bemutat minden bolygót, minden állatkinézetet, Ja. minden növényzet kinézetet, és akkor vége értelmét vesztette a játék. Ja, ez így van, teljesen. Úgyhogy Akkor reménykedünk abban, hogy megoldják, vagy nem is gondolok arra, hogy feltétlen teleportáció, vagy központi város, hanem legalább egy ilyen XYZ ja. koordináta rendszert Hát hogyha adjanak egy nulla ponttal, és meg egy alap GPS rendszert tudj csinálni az alap bolygódon, vagy legyen a hajódban, vagy én már nem is tudom, hogy, de egy ilyet csináljanak. beraknának a koordinátrendszert, akkor akkor a fanok úgyis, mit tudom, csinálják egy weboldalt, ahol XY koordinátán van egy ilyen nagy pont, ahol mindenki találkozhat, és akkor kialakulna egy ilyen központi hely szerintem a játékban. Ja, igen, ez Hát kialakulna. lehet. Tehát nem kéne a készítőknek foglalkozniuk ezzel, hogy jaj, Mondjuk akkor egy most egy... nulladik koordinátát, Ja. tehát
Tehát Tehát a abszolút. playerek megcsinálják maguknak szerintem. Csak hát Igen. rakjanak bele ilyen Igen, rendszert. oldják meg a játékban lévő kereskedést egymással, tehát hogy tudják kereskedni, és akkor már tök le lenne értem az egész dolognak. Ja. Mert gyakorlatilag, hogyha tényleg ekkorák a távolságok, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk a Daisy az űrben, zombik nélkül. Körülbelül futóverseny. Mert tényleg futóverseny az egész. Ja. Ide megyünk, oda megyünk, lootolunk egy kicsit, Maratón. visszamegyünk, Ja. eladjuk a cuccokat. Akkor ilyesmi lesz. Ja. Most a Na. másik érdekes kérdés a No Man's Sky kapcsolatban, hogy lehet lesz-e a másik űrhajójába beszállni. Mondjuk összeállni, mondjuk mi így, ahogy hárman vagyunk. Én mondjuk ülök az egyik turretbe, Ábel a másik turretbe, te megvezeted az űrhajót. Nem, ilyen nem. Ilyenről nincs Hát szó, vagy... valószínűleg erről, tehát erről nincs szó. Nem lehet több személyes hajót gyártani. Hát, ja, Nem ilyen... valószínű. Ja. Én reménykedek benne. Hát Hát ha. reménykedni kell. A remény hal meg utoljára. Na. Így van. No Man's Sky-ra szerintem akkor ennyi elég. Mi ezeket várjuk, reméljük jó lesz. Következő téma, amivel jönnénk, az a manapság igen feltörekvő, ez az MTA, Multi Theft Auto, ugye ez a GTA San Andreas-hoz készült egy ilyen multiplayer mod, ahol tudunk más playerekkel játszani, és ezen belül is vannak a roleplay szerverek, ahol ilyen úgy kell játszani, mintha a való életben lennénk. Tehát, hogyha eltörik a csontod, meg karamboztál, akkor azt ott el kell, hát így színészkedned, vagy játszanod. Valami így Lényegében, mondhatjuk. hogy neked ott eltört a Lényegében csontod, meg fáj, meg hívjanak mentőt. És akkor ez lenne a következő témánk, hogy hát mit, srácok, mit gondoltok ezekről a szerverekről? Ugye van a CMT, a nagyon híres RP nagyon. szerver, meg hogy ő. És magyar És egyébként. magyar, Igen, igen. és magyar. Hát nálunk nagyon felkapott egyébként ez a MTA roleplay dolog, de Hát mi is szerintem ugye játszottunk vele elég ja, sokáig. elég sokat, de ebből adódóan, mert ilyen felkapott, ebből adódóan szerintem adoklik is ez az egész dolog. Olyan Ja. szinten, hogy ugye, mert ha belegondolsz, ugye, mint RP-t, így nem látsz. Hát ott van a CMTA-n, tegyük fel, ugye most példaképpen 700 ember, és ebből nagyon sok ugye a, nem tudom, jobb szóval mondani, nokedli, tejfogú, noki, akinek csak az a lényege, hogy ugye lövöldözzön, Pénzt meg keressen. pénzt keressen. Ugye itt nem fogja senki elszínészkedni ezt a dolgot, ugye mint mikor zártabb közösség volt, ugye amikor kevesebben voltak. Még Tehát, V1-be, hogy ja. ja, tehát, hogy ez szerintem hiányzik, és sokan próbálják visszahozni, de hát nem lehet. Ilyen player számok mellett már nem lehet ezzel mit kezdeni. Meg ugye vannak ezek a... Hát ezek a tejfogú szerverek, vagy Noki szerverek, hogy hogy hívjuk ezeket? Jaj, Noki szerverek. Hát Nokik csinálják Nokiknak, vagy még a célközönség nem Igen. tisztázott szerintem. Amikor felmennek egy weboldalra, úristen, itt fent van különböző szervereknek az alapja, lopjuk el őket. Igen. Épp, hogy be tudják üzemelni a MySQL táblát hozzá, már meg is nyitják, és gyakorlatilag Ja. hát Vagy a hír az nokiskodnak ész, hogy rajta. itt az új szerver, egyedileg írt mod, Teljes aztán... mértékben, igen. Meg De ugye az... példát is tudnánk rá hozni, de egyébként ezzel nagyon sok youtuber is foglalkozik, tehát Igen. hogy ezeket a szervereket mutatja be. Igazából az egész egy alapra épül, erre a Valhalla nevezetű istenverésre, Igen, vagy igen. nem is tudom, és akkor Igen. azt photoshopolják, de inkább paintelik. Igen. És körülbelül erről szól az egész. Hát meg ugye a szíről is hallani ezeket, hogy mostanság nagyon rámentek erre, hogy prémium pont, meg ilyenek, és akkor kapsz Igen. érte kocsikat, Igen. meg ilyen Ez a hülyeségek. tipikus pay to win. igen, tehát ez a Hát mi lényegében, ja. mikro-makro Mondjuk tranzakció, vagy hogy csúfolják ezeket? mikrotranszakció, azt hiszem. Ja. Igen, de amúgy a legnagyobb gáz az egészben, hogy nem is pay to win, mert nem tudsz nyerni. Miért ne tudnál nyerni, hogyha most leadolsz magadnak prémium pontért egy R8-ot, megnyerted a szervert konkrétan. Annyi pénzed lesz utána. Tehát az R8 ugye az Audi kocsi játékba. Rohadt sokat ér. Nem? Hát, Hát, sokat mi ér, már de... vinneltük párszor a CMT-et, és Ha, mégis. ja. Most. Tehát voltunk már leggazdagabbak, de így nem nyered, tehát nem...
nincs egy olyan játék, vagy nincs egy olyan nyerési lehetőséged, mint például egy böngésző játékban, hogy a klánod, mit tudom én, elérte ezt meg ezt, ami a játék célja volt, és akkor nyertél. És akkor indul előről. Ja. Igen. Vagy jó, mész de másik ugye szerve. Mivel ez hogy RP roleplay, a való életet kéne szimulálnia, ugye való életet se tudod megnyerni. Illetve, hát nem is tudom, amikor elforrad az egész világot, Ja. akkor megnyerted-e az életet, de ez egy ilyen filozófiai kérdés egyébként, Az biztos. hogy kell hozzá, mondjuk Európa elég ahhoz, hogy Európát elfogadod, hogy megnyerd az életet, vagy el kell foglalni az egész világot, vagy már, ugye No Man's Sky volt az előző téma, akkor ugye az univerzumot is el kell, a teljes univerzumot foglalni. De csak elég az adott galaxist. Ja. Vagy már kell hozzá az Andromeda köd is, tehát hogy ilyen filozófiai mélységekbe bele lehet menni a nyeréssel kapcsolatban. Hát ja, tehát a való életnek nincs nyerése, ezáltal a CMT-et se tudod megnyerni. Végül is, ja. Ja, de ezáltal ráírok buy Tomaszra, to hátha. Nothing, tehát... Ja, veszel semmit Ja, konkrétan. Tehát ő fizet semmiért. De nem, amúgy, én rájöttem miért fizetsz. Tehát azért fizetsz, hogy Tomasz meg a többi admin meghallgasson. Ja. Tehát, hogy ha bármit akartunk a kedves tulajdonostól, a szerveren, tehát itt vannak frakciók, tehát de mármint nem parlamenti, hanem ilyen különböző maffiák. Olyan is van mondjuk, parlamenti frakciók is vannak, önkormányzat, stb. Hát ja. De ugye, ha akartuk valami egyedit a szerverre, vagy bármi, akkor úgy lehetett csak bejutni a tulajdonoshoz, hogy hello, PP-zni szeretnék. Ugye Ami... PP mint prémium pontot jelent. Ami gáz. Igen. Igen, eléggé. Tehát ha bármit más problémád volt, nem igazán volt ja. lehetőséget ezt Igen. megoldani. Én úgy hallottam amúgy, hogy valaki feltörte a tulajdonosnak az akkúntját, az volt a jelszó, hogy PP-t vennék. Nem, kell a pénz, kell a pénz. Kell a pénz, igen. Lehetnél az durva. Nem, de amúgy tényleg feltörték a CMT-t, ugye így jött ki a Szó MTA, ja, meg a Dö MTA. Meg most a Joy MTA is ez alapján készül állítólag. Ti ezekről mit tudtok, hogy így feltörték és ellopták a modot, meg ilyenek? Hát valami? Elméletileg ez történt. Tehát van ez a Champ fórum, ez egy ilyen közösség, az ahogy a volt. A Champ az a régebbi mod a GTA-hoz. A régebbi multiplayer mod egyébként. Igen. És van MTA-s részlegük is, tehát hogy Champ fórumnak a neve, de ugye Champ-ol is, meg MTA-hoz is foglalkozik. Ja. És ott szervernyitást promotáltak, a The MTA nevezetű szerver, és Image, a CMT fejlesztője alá kommentelte, hogy ennyi pixel balra, ennyi pixel lefelé. Lord. Ez pont ugyanaz, mint a CMT a V2, és ugye volt ez a Szó MT, ami még úgy is hirdette magát, hogy ez a CMT a V2. Igen. Csak ugye... Igen. Thomas tulajdonos ugye rá tudta őket venni, hogy nevezzék át legalább a nevüket. Szóra. Szó. Jó. Igen, angol és, kettes. Ez a szerver, angol kettes, igen. Ez úgy lett megölve, hogy Thomas kijelentette, hogy csinál egy másik... V2-es szervert, ami valójában egy V3-as szerver, csak a V2-es textúrák vannak beletéve, és lényegében nem. A rendszer szinte ugyanaz. Nem, már a V2-es textúrákat is hanyagolták, tehát egyedül a HUD, tehát ami jobb felső sarokban mutatja az életünket, az maradt a V2-es dizájn, a többi minden V3-as, vagy újonnan új kelet dolog, de tehát mi a alapvetően a V2? Szerintem ezt így jó összefoglalni, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ez V2. A V2 az egy teljesen más kinézettel rendelkezett craft rendszer. A shop system is szerintem teljesen más volt. Ugye volt Mafia War. Nem az inventory is teljesen más volt. Nem volt droghajó. Teljesen non-RP is ez a droghajó, meg fegyverhajó, és ott rohangálnak a bandások, meg a mafiások, hogy hozzák le a hajón. Szövetkeznek. Ja, tehát, hogy ez teljes non ez az egész. Mi van még? Bankkártya. Tehát meg volt szépen V2-be csinálva, hogy lehetett több bankkártyád. Igen. Meg minden, most minden le van egyszerűsítve, két gomb van az ATM-en, és csá. Ja. Tehát V2-ben rendes ATM kinézete volt. Igen. Adtak rá, hogy tényleg úgy nézzen ki ez az egész dolog, mintha való életben lenne. És akkor most így... van helyett mindent egy ilyen... feláldoztak az egyszerűség oltárán.
Igen, Hát igen, ezt így amúgy is én azt vettem mondhatjuk. észre, hogy rámentek nagyon erre a alacsonyabb korosztályú játékosoknak, jó legyen meg, mit tudom én. Igen, nem értik ugye a Igen. bonyolultabbat, és ez van. Hát de ez Mert jó, van. ki nyom prémium pontokat? Hát Na hát most. nyilván az alacsonyabb korosztály. Apuci anyuci nem ért hozzá, vennie kell egy játékot, MediaMarktból megnézik, hogy fú, ez ennyibe kerül, és most csak 5000 forintot kér el a kisfiam játékra ebbe a hónapban. Jól van, akkor így jobban járunk. Tehát... Mindezért tisztelet a kivételnek. Jó, Azért igen. nem Hát akarunk igen. senkit megsérteni. De. Igen, de nagyon-nagyon erre hajt ez az egész dolog. Igen. Na, ha már itt tartunk, hogy alacsonyabb korosztály, meg ilyenek, akkor mit gondoltok az ilyen mai újonnan kijött játékokról? Például Call of Duty-k, ugye, vagy Battlefield-ek, vagy hát az ilyen mai játékok, hogy nagyon ilyen le vannak egyszerűsítve, meg hogy ilyen, nem is tudom, hogy mit lehetne ezekre mondani. Ti ezekről mit gondoltak? Hát ugye van ez az alap old school téma, tehát hogy amikor mi játszottunk, nekünk stratégiai játék Igen. jutott erre a korosztályra. Tehát mi várat építettünk, meg kreatív voltunk. Igen. Most nekik maradt a Minecraft, meg a Call of Duty. Tehát... De például a Call of Duty is régen valami rohadt jó volt szerintem. Például COD 4. Játszottatok vele, nem? Persze, COD nekem az 2. se jött be Igen. annyira. Na, a kettő az más tészta. Tehát Tehát, azok hogy... izgalmasak voltak, meg szerintem tényleg valami rohadt jók voltak, de a mostani kodok például nem tudom. Volt Hát régi. mögötte egy ilyen kis sztori a kettőben, Igen. tehát hogy most ugye volt egy kis téma adva neki, hogy ugye második világháború, Igen, és hogy ezt igen. újra tudtad élni. Legalábbis amikor kijött ez a COD 2, én szerintem ilyen 10 körül lehettem, Hát én is, de ja. lehet, hogy még fiatalabb, és akkor már hallottam érted a második világháborúról, és akkor itt most így bele tudtam csöppenni, végig tudtam egy kicsit, bele tudtam élni magamat Igen. ebbe az egész dologba. Tehát ez abszolút jó volt. Én a négyel már játszottam, de az már nem volt annyira ilyen átütő, Az hogy is fú, kivittem durva volt. 52-szer. Mert az volt a legelső olyan, hogy ilyen modern Warfare, tehát egy ilyen mai stílusú, tehát AK-k, M4-ek, stb. Arabok, terroristák, amerikaiak, az volt a legelső ilyen Igen, játék egyébként nem tudom lényegében. már melyik részben volt, volt Meg egy ilyen ott a küldetés, vagy... multiplayer volt forradalmi. Tehát az a dedikált szerverek, ugye lehetett csinálni dedikált szervereket, amit már nem lehet a mostani kodokba, sajnos. Legalábbis úgy tudom, hogy nem nagyon lehet. És ilyen, mit tudom én, 30v30, és ilyen olyan nagy csaták voltak, hogy az hihetetlen. Meg fú, hát nagyon durvák voltak. Az volt az igazi, szerintem. Az volt az igazi kod. Ebben már nem tudsz szóhoz jutni, mióta mit szeretnél Hát ja. Ja, hozzáfűzni, bocs, még a amúgy. szabadba vágunk. Nem tudom, talán még a Modern Warfare-ban volt, hogy még így a sztoriba is volt bármilyen kreativitás, meg Igen. tudjátok, hogy valamennyit gondolkozni is kellett. Például volt egy ilyen küldetés, hogyha most nem téveztem el, hogy melyikbe volt. Hát minden igaz már a Modern Warfare-ban, hogy volt egy küldetés, ahol ki kellett lőni egy célpontot, és meg kellett várni, hogy ne legyen szél, mert egyébként Ja, igen. elsodorta a lövedéket, meg... Tehát Azt így nem az volt, hiszem hogy oda mentél, rácéloztál, meghúztad a ravaszt, azt kész, mint a a mai ja. legtöbb játékban. De hogy, hát ja. Az a sniperes map volt, arra emlékszem. A sniperes misszió, az rohadt jó Én volt. is emlékszem rá egyébként. Meg a... Tényleg. Meg a végén C4-jel meg kell védened, és akkor nem volt mindegy, hogy hova rakod a C4-eket, meg ilyenek, érted? Vagy a ilyen Hát lézeres igen. csapdákat, ami a faszom volt, ezt tudja már faszom. Hát ja, a mai kodok kicsit már... Meg az, hogy ugyanazt az engine-t használják már mióta, az is azért kicsit Elég érdekes. gáz. Kicsit gáz, de ha végig gondoljátok, hogy mi került be a Call of Duty-ba, bekerült egy frogos játék, át kell Jaj. menned az úton úgy, hogy ne üssön el az autó, bekerült a legális gránát alapú wallhack, és Ja, igen. hasonló kellemes dolgok, meg célkeresős gránát feldobod, megkeresi a célt, és oda csapódik be. Igen, konkrétan semmi dolgod nincs, csak izé, megnyomsz egy gombot, azt meghal valaki. Ja, mint És amikor így... a késnek kilövi a markolat a pengét. Ja. Jó, az Tehát mondjuk vicces tud lenni. vicces tud lenni, de mi értelme van, hogy az mi? Igen.
Tehát Hát, hogy teljesen te elmondhast, hogy elvesztettem. késsel öltél. Körülbelül. Jaj, jaj, hát igen, mert a Nokedli amúgy nem képes késsel, csak úgy, hogyha a 30 méterről ki tudja lőni. Igen. Tehát, Hát igen. igen. Mondjuk sajnos mostanában már lehet választani, hogy vagy a koddal játszol, ahol lerak és szétdarálnak, mert futkároznak, szlalomba futnak, aztán megkéselnek fókaugrással Igen. a 3 négyzetméteres pályán, vagy mész BF-ezni, ahol meg a 3 négyzetkilométeres pályán, rögtön Egyébként ahogy lerak, szétlőnek egy helikopterre. szerintem még a Battlefield az, ami úgy próbál azért úgy jó lenni még. Tehát azért Igen, csinálnak jókat ez azok még. igaz. Tehát az elég jó, hogy ilyen rohadt nagy pálya, omlik minden, meg ilyenek. Nem De mondjuk amúgy az múltkor, amikor én néztem, nagyon elment abba az irányba, hogy harci gépek. ja, Tehát, hát hogy igen. lerak a játék, lépsz kettőt, aztán megjelenik egy tank a sarkon, és szétdarál a francba. Mondjuk most jött ki, hogy ez a Battlefield Hardline, hát még régebben. Mit tudom én, mikor? 2015-ben jött ki. És hát azzal nem is játszanak. Mindenki visszajön BF4-ezni. Annyira szar lett állítólag. Én ki sem próbáltam. Meg hát, hogy milyen áron adják ki ezeket a jóisten 20 000 forint, meg mit tudom én. És akkor még vegyél hozzá ilyen DLC-ket. Hát mondom, jó Igen, van. igen, igen. Ja, Kinek van és erre mennyi pénze? játékélményt biztosít ez? Tehát, hogy, mert ugye Semmit. van, amikor megéri kifizetni egy játékért egy csomó pénzt, Igen. ugye vannak rá példák, Guild Wars, Ja. ugye még a World of Warcraft-ot is abszolút ide tudnám sorolni. Vannak olyan játékok, Witcher. amiket Witcher, Az is nagyon jó elvileg. ja. Tehát rengeteg olyan játék van, amit megéri megvenni, nem is horror áron adják. De ez abszolút nem tartozik ide, tehát 16-20 000 forint körül van is egy hétvégés játék. Hát nem, ilyen egynaposak. Hát jó, Konkrétan. igen, Egy igen. naposak egyébként, Én tehát. utoljára egy hétvége alatt játszhatom ki egy ilyen játékot, de ugye én nem Hát tudok ki hogy sokáig ott játszik ülni, amúgy? igen, ki hogy játszik, tehát. Ha belegondolunk, ugye egy Magyarországon az átlag fizetés, ugye mennyi, nettó 90? Hát nem tudom. Biztos, hogy nem Fújval sokkal, körülve. tehát a környéke. A, a földi halandóknak, ha nem veszük bele a politikusokat, tehát Jó, oké, az nem, az... körülbelül. Ne Igen. politizáljunk, gyerekek. Tehát 90, akkor azt mondom, hogy tegyük fel mondjuk Nokedli szülei 120-at keresnek egy hónapban, vagy 150-et. De most egy Tisztelt hétvégés a játéka, kivételnek. igen, egy hétvégés játékot kijátszik, ami 20 000 forintba kerül, gyakorlatilag négyet egy hónapba. Na most, Most oké, what the ott van fuck? mondjuk hozzá a multiplayer, de az is olyan, hogy most felmész és sem unalmas, tehát hogy én nem tudom. Jó, mert Felmész és... frusztrálja Ja. őket, hogy nem tudnak nyerni, Igen. és kiabálnak, és rengetegszer csíbe is lehet ilyet hallani, meg látni, ahol bejön a Nokedli, megvette a csít, nem tud vele játszani, mert bonyolult. Nem egyszerű, ugye Igen. figyelni kell a csapattársakra, meg ügyesnek is kell lenni hozzá. Ugye kell a skill, így is mondhatnánk. Igen. És bejönnek, és kilövik őket, és csak kiabálnak. Ja, hogy Kiabálnak, csalsz meg faszom. őrjöngenek. Igen, csalók. Nem. Hát, skill alapú játékot ne vegyél a Nokedlidnek, de Igen. körülbelül. Igen. Vedd meg a kodot. Na jó, ne. Igen, mert ott ugye az ait beállítod easy-re, aztán Igen. gyakorlatilag rád fordul, már ötöd lőtt beléd, mire te ráfordulsz és lelövöd. Tehát, Ja. hogy Hát igen. Hát ja. az való a Nokia. Tipikus. Mondom, kajakra, tehát, hogy a Minecraft az úgy nekik való, Minecraftozzanak. Rengeteg olyan játék van gyerekkoromból, ami szívesen azt mondanám, hogy na ezzel játszol, ez nekem meghatározó élmény volt, hogy ez fejlődéssel bírt gyakorlatilag a lényemre, de ezekről nem mondható ez el. Tehát, Gyerek, hogy most... ha már itt járunk, már kiveséztük ezt, nem? Hogy ezt a... Abszolút, abszolút, Ha ez már nem itt is járunk, akarok. akkor mi volt az a játék, amit régen nagyon szeretetek, ilyen old school játék, vagy valami? Amit Hát... régen fügtetek nagyon Hát gyerekkoratokba, vagy valami? eléggé. Hát Minden, nem, nála mindenki nem volt mondjon sok. egyet! Stronghold Crusader. Stronghold Cazard, Abel. Hát nekem a Heroes 4. Heroes 4, nekem meg a Lord of the Rings stratégiai. A Battle Battle for for Middle De az, Earth-et de azzal játszom. minden... Tessék? A Még Battle az for egyel. Middle Earth. Battle for Middle-earth, ja.
Ja, még az egy. Ú, de jó Komoly volt. függős játék. Meg Az komoly. azzal mindannyian játszottunk kb. Ú, Ugye? de órá, nagyon sok órát tettünk bele. Igen, az nagyon jó volt. Ami érdekes, hogy régen leginkább ezek a stratégiai játékok mentek a mi Igen, időnkbe. ez abszolút érdekes. Olyan most meg már egy darab nem jön ki, tehát hogy semmi. Tehát most néha kijön ilyen Age of Empires 2 HD Edition, és akkor ez is ilyen 20 ezer forint, és így what? Igen, egyébként az a baj most, hogy a mostani korosztálynak nagyon könnyen el lehet adni ezeket a kodokat és társaikat, Hát hogy csak más, ja, észtelenül más. lövöldözöd egymást, és nem nagyon lehet olyan játékot kiadni, amiben gondolkozni kell, mert abban Hát már összetett játékot már nem nagyon. hát igen, abban már a 2 évvel idősebb, okosabb nála, és legyőzi, és ezért felsza, és nem fog vele többet játszani. Igenis szarjáték, és elmondja az iskolában, mert ugye Nokedli az csak erről beszél az iskolában, meg amúgy nem jár sehova, mert Nokedli, Ja. meg az edzésen, ahova mondjuk elviszik a szülei. Ja. Hát Tehát, igen, és így tipikus. többet árt, míg a 2-3 évvel idősebb, vagy akár egy felnőtt ember, az meg ugye azért játszik, ugye, hogy ezt így élvezze, és ne ez legyen a napi beszédtéma. Hát igen. De azért ma is szoktak azért jó játékok kijönni. Mondj már egy jó Igen, mondjuk, stratégiait. hát például nem a nek. Civilization, azért Hát az elég azért az jó. nem egy mai darab. Hát jó, de nem is ez a rohadt régi. Igen, de hogyha belegondoltok, Vagy akkor SimCity, az is elég jó játék. Jó, mondjuk azzal nem játszottam, megmondom az őszintét. Az is nagyon jó, Hát ilyen ja. városmenedzsen Mondjuk, ha végig játék. gondoljátok, a játékoknak most a minőségi, idézélesen minőségi iparát, tisztelet a kivételnek, azt a izék tartják a nagyobb franchise-ok. Tehát ami már 5., 6., 7. résznél jár, Persze. és tényleg, tehát ott még foglalkoznak a minőséggel, már ahol, tehát Assassin's hát Ott is például az azért. Assassin's Creed-nél még foglalkoznak valamennyire a minőséggel, tehát Hát. Ja, tehát mondhatjuk. eléggé el van már terelve egyébként az alaptól, de jó, az Assassin's Creed még talán azt mondom, hogy Azért az annak úgy még jó úgy még. helye van, igen, az Nagyjából. úgy még úgy jó. Mondjuk mostanában csinálnak olyan dolgokat, hogy így vat. Tehát a Unity az borzalmas volt. Nem volt szerencsém a Unity-hez, de hallottam pletykákat. Hát az nem is futott, tehát senkinek nem futott kb. Amikor kijött a játék. Még az hiába volt 2 darab GeForce titánod a gépedbe, és így akkor is így laggolt rajta a játék, meg ilyenek. Akkor fasz a kis FPS droppok voltak, És így nem gondolom. tudták hova tenni, ja. Jó, de mondjuk most nem is tudnak amúgy, vagy nem is akarnak stratégiai játékból ilyet csinálni, mert kijött ugye, volt ez a Heroes sorozat, ugye, amit Ábel is említett, az a nagy függés, és kijött most a Heroes 7 nem olyan régen. Csináltunk Ja, is róla igen. egyébként egy ilyen, hát kritika az úgy túlzás, egy ilyen fasságot, amit így összebasztunk, vagy összevágtunk, de mert annyira kritikán alul a játék, hogy Hát nem de lett jó. nem lehetett vele mit csinálni. Tehát, hogy így van, és kész. Az a Tehát, baj hogy már, így semmi. tehát hogy ez már Heroes 7, már 7. része, tehát már nem nagyon tudnak újat kitalálni szerintem. Ilyenkor szerintem azt kéne csinálniuk, hogy full előről egy játékot, hogy tehát full átgondolni az egészet előről. És akkor úgy kiadni egy Heroes 7-et, de hogy így Igen. mindig úgy Amúgy... próbálnak hozzáadni, és az nem Igen, a szokott legújabb sikerülni. munkájuk, azt tudjátok, hogy mi? Na mi? Mi? Az a 3-nak a HD Edition-je. Hát kb. Hát De ja. egyébként tényleg, tehát hogyha megnézed, Hát hogy ez a pénzgyűjtés konkrétan az ilyen az HD a stúdió Edition-ek. az mit csinált, az azt csinálta. Kihagyta a 3-at HD minőségben. Ennyi. Vagy mindjárt rá is keresek, hogy mennyire sikerült ezt a HD textúrázást nekünk eladniuk. Hát én most néztem ezt az Age of Mythology HD Edition-t, és azt meg akartuk venni Ábellal régen. De aztán rájöttünk, hogy hát basszus, ennyi pénzt nem kéne érte kiadni. Főleg, hogy mindkettőnknek megvan az Igen. eredetiben. Igen. Tehát ilyen elég durva összegekért árulják ezeket a HD Edition-öket. Közben csak annyi, hogy a textúrákat kicserélik ki, nem tudom. Szerintem még csak nem is HD-s textúrákra. Ja. Hát igen, amúgy szörnyű, tehát, ha végig gondolod. Abszolút, de figyelj, itt van ez a, mondjuk ez a Heroes 7, ez most akciósan, 40% akcióval 6000 forint, tehát 10.000 forintba kerül.
Most egy HD pakkért szerintem nem szar, ugye, amit alapvetően ki kéne adniuk Hát ingyen. ja. Azoknak, akiknek ugye megvan mondjuk az alapjáték, mint például nekem ugye megvan a Heroes 3 eredetén, akkor én ugye miért kaphattam volna meg ugye a Heroes 7-et, mivel ha csak egy HD pak. Ja. Hát ezek ilyenek, ja. Na, közben kifutottunk az időből, már bőven. Úgyhogy szerintem most ennyi téma fér bele az adásba. Mit gondoltok? Szerintem elég felháborodással azt Igen. mondhatjuk, hogy fogalmaznék úgy, hogy nagy duzzogva, akkor így mára ennyi. Igen, ez most így sikerült, kicsit szitkozóztunk, nem baj, ilyen is kell. Igen. Szerintünk még várható ilyen rész majd, úgyhogy De ez majd tőletek függ ez leginkább. tőletek függ, igen, nyomjatok egy lájkot, meg kommenteljetek, hogy jó-e. Úgyhogy ja, ennyi. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!